Azt mondta nagypapám, hogy míg a világ világ lesz, mindig rosszabb lesz. Ezt egyre többször érzem mostanában. Nem tudom, hogy ön mennyire optimista. Én abszolút, én tök jól érzem magam a saját bőrömbe dacárannak, hogy gyakorló függő vagyok, és most ugye a saját státuszom, ugye itt és itt a munkámra vonatkozik, itt az utóbbi időben azért nem feltétlenül az örömről szól, de én azt gondolom, hogy nem szabad negatív irányba hozzáállni a dolgokhoz, mert az nagyon sok mindent maga után ránt. Akkor az ember egyre kedvetlenebb lesz, minden felé kritikát fog gyakorolni, nem mindig persze jogosan, belecsúszhat egy depresszióba, kiéghet, úgyhogy nem, pozitívan tekintsünk. Annyira kevés időnk marad arra, hogy végre éljünk, hogy azt a pici időt szeretnénk nagyon felfokozni, felturbozni, és aztán mindenféle függőségekben egy picit megszínezni. Persze, csak de miért is? Azért, mert harcolunk a saját megélhetésünkért, meg a saját gyűjtésünkért, hogy még többet, és ebben persze benne van az is tulajdonképpen, amit ön mondott, és utána az a kis idő, az meg iszonyatosan fölpörögve próbáljuk megélni, és ha belegondolunk, az online világ az teljesen más sebességről szól, nem beszélve arról, hogy mondjuk nézem meg egy hírcsatornát, végolvasunk mondjuk egy 4 oldalas cikket a itt, ott, nem. Elolvassuk a főcímet, esetleg beleolvasunk, és utána azt mondjuk, oké, nekem ennyi elég volt, mert nincs rá időm. Mert úgy érezzük, hogy az időhöz kifolyik valójában a kezünk közül, nem folyik ki, csak rosszul gazdálkodunk vele. Kockulni lehet időnként, mert az, valljuk bőszintén, hogy az azért úgy időnként ki tudja kapcsolni tulajdonképpen az embert. De a racionális mobiltelefon használat az egy tanulható dolog, és igen, itt ebből önnek tökéletesen igazából, hogy a példák azok nagyon fontosak, és ezért kérdés az, hogy mi mit tudunk mutatni a gyereknek, hogy apának 3 telefonja van, mert ő vezérigazgató, tökre felesleges dolog, nem? Az egyik erről szól, a másik arról, hamarik arról szól. Nem szabad ezeket így ennyire halmozni, és nem szabad gyakorlatilag ezektől a technikai eszközöktől ilyen módon függővé válnunk. Lehet-e határt szabni tényleg ezeknek az eszközöknek a térhódításának? Tehát mennyire lesz normális mondjuk a világ 50 év múlva? Halványlag őzöm nincs róla. Például tegnap láttam egy olyan segédeszközt, egészségügyről szól, ami egy MR felvételt követően, mondjuk az illetőnek lesz egy gerincműtétje, utána letakarják őt egy speciális fóliával, és a fólián tulajdonképpen megjelenik a saját csontszerkezetének, csontrendszerének a 3D-s változata. Magyarán szólva, olyan, mintha tényleg előttem nyitva lenne a beteg, és ő csak fekszik nyugodtan az oldalán, és ott pontosan milliméterre megtervezhető a műtét. Ez megint csak a technikai fejlődéstől lehet így, és nem mondjuk vakon az ember egy ekkora pici lukon keresztül próbál mondjuk eltávolítani mondjuk egy porckorongsérvet, ami persze a hosszú évek során így működött, de hogyha egyre több és több ilyen új eszköz van, ami sokkal kevésbé invazívvá, sokkal kevesebb mellékhatás, sérülést tud tulajdonképpen okozni, akkor ezek szerintem borzasztó fontosak. Nem tudom, hogy hova fog ez a világ fejlődni, de azért azt sem felejtsük el, hogy ennek a sebessége nagyon felgyorsult. Rengeteg beteget látott, meket lát ma is gondolom, és nagyon sok sorsot. Ki az, akin tényleg lehet segíteni? Én azt gondolom, hogy azon, aki saját maga is együttműködő és elfogadja, azt is saját maga kezdeményezi a segítségnyújtást. Szóval úgy, hogy mondjuk elhoznak mondjuk egy alkoholistát a rendelőbe, mert van 2 testvére, akik erősek, és akkor betekerik egy szőnyegbe, mint régen ugye a maffia gyilkosságoknak az áldozatát, és odahozzák a rendelőbe, és akkor kigördítik, és akkor tessék meggyógyítani. Nem lehet. Alapvetően ez az kell, hogy ő együttműködjön, és ő valójában 70%-át tudja hozzáadni a saját gyógyuláshoz, és a maradék 30% az, amit mi tudunk gyógyszerrel, pszichoterápiával, beszélgetéssel, odafigyeléssel, családterápia, családnak a kioktatásával, a hozzáálláshoz, de ha nincs meg a 70%, akkor 30%-ban nincs gyógyulás. Szó volt még különböző törvény lehetőségekről, meg javaslatokról, és eszembe jutott a száraz november kapcsán, ugye például a hajléktalan törvény. Azok az emberek, akik valóban alkoholistaként vannak az utcán, és mondjuk egy elzárt területre kerülnek majd, és nem jutnak hozzá az alkoholhoz. Mi lesz ezekkel az emberekkel? Kollégáimmal az utóbbi 1-2 hétben többször kommunikáltunk e-mailen, hogy mióta ugye a törvény életbe lépett, azóta megnőtt a sürgősségi osztályra bekerült hajléktalanoknak a száma. Miért is? Megtalálja a rendőr mondjuk itt a főtéren, üldögélve, ittas, nem annyira ittas, szóval nem paré részegen fekszik, hanem mondjuk
fogyasztott, mondjuk megivott egy másfél liter kannás bort. Innentől kezdve a szálló nem fogadja be, mert alkoholt fogyasztott. A rendőr nem fogja bevinni a kapitányságra, és beteszi a fogdába, mert mi van ez a szerencsétlen, akinek van 64 ezer betegsége, hiszen hajléktalan, nem szed gyógyszereket, stb. Stb. Meghalott éjjel a kapitányságon. Szükség van erre ott a kapitányságon, hogy meghaljon, dehogy is, kivizsgálás, katonai ügyes, nem jó. Mi a legegyszerűbb út? Hova visszük? Bevisszük a sürgősségére. Ugye ott valamit csinálnak, mert mégis egészségügyi ellátóra, szóval megnőtt a sürgősségi osztályoknak az ilyen irányú terhelése az új törvény bevezetése óta, mert tulajdonképpen ez a legkisebb ellenállási út. Magyarán szólva, törvénnyel egy szociális státuszt szerintem ilyettén nem lehet befolyásolni. Mint hogy a kábítószerfogyasztás sem befolyásolja az, hogy most egy marihuána cigarettáért 2 év börtönbüntetés jár, ha megemelnénk duplájára és 4 év vagy 6 év járna, szerintem nem szívnának kevesebben, de akkor se szívnának többen, ha mondjuk holnaptól Magyarország is arra az útra lépne, hogy mondjuk legalizálja a marihuánát. Igazándiból a törvény egy keretrendszer, ami biztosít számunkra egy mozgás teret valamin belül, de önmagába véve ez a saját érzéseinket nem nagyon tudja befolyásolni. Egy utolsó kérdés, ugye nyár végén robbant végül is a médiában a bomba, hogy olyan körülmények között nem vállalja tovább a Honvéd Kórházban az osztály irányítását, azóta azért már eltelt egy pár hónap, teljesen kiegyensúlyozottnak és boldognak tűnik, de nyilvánvalóan a mindennapi praktizálás azért valahol csak hiányzik. Milyen tervei vannak? Hát persze, hogy hiányzik igazándiból, és tényleg az hiányzik ebből maga a beteg és a betegellátás. A főorvosi értekezlet, a jelentések írása, most gyere föl a kórházparancsnok az orvos, az egyáltalán nem. A vér, a verejték és a könnyek hiányoznak nekem, de hát gyakorlatilag 33 éve végeztem azóta ezt csinálom, és előtte 6 évig, amíg egyetemista voltam, végig dolgoztam az egészségügyben. Hogy mihez fogok kezdeni? Hát most egyelőre rengeteget tudok előadni, mert sokkal több szabadidőm van. Ugye az egyetemen oktatok változatlanul, ugye Szegeden is, meg Pécsen is. Ugye a második fél év lesz Budapest, ugye úgy tudom az óráimat rendesen ugyebár összefésülni. Sokkal többet tudok futni, mint el eddig. Ugye sokkal több ilyen irányú szabadidőm van, jól alszom, kipihent vagyok, visszamegyek mentőzni részállásba. Aztán majd meglátjuk még, hogy mi pörgi ki magát ez a történet, de valahol szeretnék most már egy kis vérszagot szimatolni. No, nem a Halloween miatt.